Kazinczy Ferenc bordala is bekerült a 6. osztályosok irodalmi műsorába, amely a nyelvújító életét dolgozta fel. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskolában minden tanévben van egy hét, amikor névadójuk tiszteletére versenyeket, foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek. A 6. évfolyam idén egy másfél hónapos múzeumpedagógiai programon is részt vett, így ennek alapján állították össze műsorukat is. Ennek meg kellene jelenni a Kazinczyról való megemlékezésben is, és tulajdonképpen ez adta nekünk az alapját a műsornak, amit ők ott megtanultak, amit megtudhattak Kazinczyról, és amit ők csináltak, az ő munkáik jelenjenek meg mindenképpen, mert ez Kazinczyról egy megemlékezés rendhagyó módon, sajátos formában. Ezt a vetélkedőnkön is láttuk, hogy úgy voltak a csapatok, egy 5-es, egy 6-os, egy 7-es és egy 8-os. És bizony a 6-os gyerekek vitték a hátukon a csapatot, mert ők tudtak legtöbbet, hiszen a 3 napos projekt alapján nagyon sok mindent megjegyeztek, megtanultak, és emlékeztek is rá. Tehát ez külön öröm volt számomra. A Kazinczy hét során az alsósoknak tanulmányi versenyeket, a felsősöknek a nyelvújító életéről, munkásságáról szóló betélkedőt szerveztek. Írás, szépírás, olvasás, versmondás, és a felsősöknek pedig csapatverseny, ahol vegyes csapatokat alakítottunk, tehát 5., 6., 7., 8-osok mindenki szerepelt a csapatban, így én úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik még egy-egy anyagrészben nem tanultak, mert 5-esek nem járnak ott, mint a 7. vagy 8. osztályosok, ott is nagyon sok mindent tanultak, egy kicsit szélesebb lett a látókörük itt Kazinczyval kapcsolatban is. A következő közös iskolai program már az angol száz hagyományokhoz kötődik. Halloween jegyében szerveznek délutánt az intézmény angol tagozatos diákjai.